Ez az örökség, ez a 150 éves örökség, ez valamennyiünké. Elsősorban az alapító vadászoké és a Karcagváros gazdáié, vadászaié, és ez az örökség valamennyiünké, hiszen Karcagváros, a Kunság fővárosa mindenképpen az élvonalban van. 150 évvel ezelőtt egy tavaszi délutánon döntöttek úgy a karcagi vadászok, földtulajdonosok, hogy megalakítják a mai Karcagi Nagykun Vadásztársaság jogelőd egyesületét. Ezzel a döntéssel a vadásztársaság a város legrégebbi, folyamatosan működő civil szervezete. Én nem nevezném hobbinak, mert annál sokkal komolyabb. Annál sokkal komolyabb szabadidő eltöltés, szenvedély, és hát a családtagok tudják megmondani, hogy micsoda szenvedély tud lenni egy vadásznak, a társának lenni, és micsoda szenvedély az, hogyha valaki komolyan veszi a vadászatot. És a vadászat nem csak a zsákmány elejtése, hanem szemlélődés a tájban, barátok között jó társaságban lenni, és óvni a természetet. A 150 éves évforduló több rendezvénnyel, például lövészversennyel és vadászbállal is ünnepelte az egyesület. Karcag határa az ország ötödik legnagyobb területű határa, és bizony azokat a feladatokat, amely a vadgazdálkodással járnak, ezen az egész területen el kell végezni. És az, hogy vadgazdálkodik egy társaság, az valóban nem csak abból áll, hogy elejtik a vadat, hanem odafigyelnek a vadállományra, azt bizony etetni kell télen, oda kell figyelniük rá, és nem csak az állatokra, hanem az állatokon keresztül ugye a mezőgazdasági terményeknek a megőrzése is szorosan kapcsolódik egy-egy ilyen vadászati tevékenységhez. A hazai vadgazdálkodás nemzetközi összevetésben is megállja a helyét, olyannyira, hogy jogszabályi környezetét tekintve a világ élvonalában van. Szabályozott a fegyvertartástól kezdve a vadászok mozgása a területen. Egy komoly szakmai háttér van, emögött nagyon sok munka, hiszen a természetet, amelyet az ember átalakított, azt a mezőgazdasági művelés, a környezetvédelem, az egyet az, hogy benne élünk a tájban, az egy utal arra predesztinálja, hogy szabályokat is alkossunk, és ez a vadgazdálkodásra is vonatkozik. A vadászati kiállítás egy hónapig tekinthető meg a Györfi István Nagykun Múzeumban.